Ciao, Fabio. Ez a film a közeljövő egyik ilyen utopisztikus, apokaliptikus látomása. Tulajdonképpen egy polgárháborúba csöppen az ország, de az egész világháborúban áll, átment rajtunk a front, és ez a vidék itt marad tulajdonképpen áram nélkül, ellátás nélkül, mindenkinek visszacsúszik a tulajdonképpen az őskorba, és mindenki fegyvert szerez, és magának kell magát megvédenie, és itt élnie. És ebbe a világba, ebbe a posztapokaliptikus világba, amit kitaláltunk, helyeztük bele Tar Sándor egyik novelláját, a Mi utcánk című novellás kötetből, ami három embernek, két férfinek és egy nőnek a szerelmi háromszögéről szól, elég sajátos módon. 2015-ben hosszas helyszínvadászat után találtak rá Bátára, mint változatos tulajdonságú településre. Gemenc, itt van a Duna, nagyon szép dimbes dombos, vannak régi részei, vannak új részei, tehát hogy nagyon ideális egy forgatási helyszínnek. Úgyhogy ide jöttünk, és nagyon megtetszett nekünk a hely, mondom, több mint három hetet, négy hetet töltöttünk itt. A filmnek a nagy részét leforgattuk, elkezdtük az utómunkát, és két dolog történt, elfogyott a pénzünk. A másik dolog pedig, hogy én elkezdtem egy játékfilmet forgatni, és azt addig, arra az időre ezt a filmet félretettük, és én most szabadultam ki ebből a játékfilmből, és gondoltunk arra, hogy akkor az utómunkát elkezdjük, és megpróbáljuk megszerezni rá a pénzt. És az első lépés az, hogy azokat a jeleneteket, amiket a vágóasztalon láttunk, hogy még szükségeltetnek ehhez a filmhez, hogy befejezzük, azokat forgatjuk most 5 évvel később itt Bátán. A falu nem csak gyönyörű táj jellegét kölcsönözte a filmnek, sokan a lakosai közül is dolgoztak a produkcióban. Ki így, ki úgy. Hát igazából a három szereplő, aki egy háromszöget alkot, a két férfi és a női főszereplőn kívül mindenki a faluból van, és mindenkit innen szedtünk össze a báránykocsmából, vagy a Lila Presszóból, nem viccelek. Néhány kérdésre az Amerikából ezért is hazalátogató női főszereplőt is feltarthattuk. 2020-ban nincs amerikai forgatás. Az amerikai forgatások azok maszkban, 6 láb távolságban és többszöri teszt ellenőrzéssel történnek, úgyhogy Bátán lenni az tényleg időutazás, mert olyan, mintha mindannyian mindig még normálisan élhetnénk, és ennek van egy nagyon szép szabadsága. Nem könnyű beleugrani abba a folyamatba, amit elkezdtünk 5 évvel ezelőtt, és akkor 3 hetet forgattunk itt, és most hirtelen pár nap alatt újra ott folytatni, de láttam már valamennyit az elkészült anyagból, és azóta annyit változott a világ, hogy hirtelen ez a történet, hogy 2015-ben nagyon utopisztikus és ilyen disztópikus volt, most aktuális lett valamennyire félelmetesen, úgyhogy igen. Van egy aktualitása a dolgoknak. És hogy tovább bonyolódjon a helyzet, sajnos a film eredeti operatőre sem lehetett itt az utóforgatáson. Ezért felkérték az egykori segédoperatőrét, hogy pótolja a pótforgatáson. Izgalmas kihívás, mert ugye itt voltam minden snitnél 5 éve is, és most pedig rengeteg olyan jelenet van, ahol technikailag centire kell kapcsolódnunk, ugyanazt a fényt visszaállítani, ami azért 5 év után nem egyszerű, de ez is egy szakmai kihívás, és vannak teljesen új jelenetek, amiknek megkapcsolódniuk kell ugyanahoz a stílushoz, ami volt 5 éve, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó itt forgatni, kellettek roncsautók, akkor lett hirtelen 4 másnapra, mert mindenki segített. És a filmben is nagyon sok helyi bácsit beforgattunk, és ez ad egy nagyon jó ilyen szoció jellegű vonulatot is a filmnek, tehát igazi helyi bácsik meséltek igazi helyi történeteket. Mindezen túl engedélyt kaptak az azóta Szentfér bazilikává avanzsált kegyhely tornyában is a forgatásra, amely plusz élményt adott a stábnak.
Nagyon szép, ez a legszebb része innen rálátni Bátorra, és sztori szerint pedig ugye egy orvlövésznek a fészkét imitáltuk onnan, és a legtöbb helyre innen lehetett rálátni a faluban, úgyhogy keresgéltünk előre meg nem beszél dolgokat, és voltak rögzített szereplőinkkel is szituációink, de jó volt. Ha jó film lesz, akkor mi ide jövünk vissza a második részt is elkészíteni. Szinte hihetetlen, hogy ezt így fel lehet venni ezt a szállat ott, ahol elengedtük. 5 évet kell rá várni, de visszajövünk. Ennyi!